Az elmúlt héten fontos döntéseket hoztak, illetve a lakosság érdekeit szolgáló, előre mutató rendeleteket alkottak az üllői, a gyáli és az ócsai képviselő testületek tagjai. Mindhárom településen lényeges témák szerepeltek napirenden. Üllőn például a komposztálási program újraindításával, a naperőmű park létesítésének ötletével, a szakbizottsági tagok pótlásával, megválasztásával és az újság szerkesztésére érkezett ajánlatokkal is foglalkoztak. Az Üllői Hírmondó szerkesztésének az eddigi szerződése hamarosan lejár, és ezért három ajánlatot kértünk be, és hát megszületett a legkedvezőbb döntés. Szerencsére a régió szerkesztése nyert el ismét, tehát ugyanazok fogják továbbra is az Üllői Hírmondót szerkeszteni, gyártani, akik eddig is tették. Annyi azért elmondható, hogy jelen pillanatban egy évre kötjük meg a szerződést, hiszen maguk a nyomdai árak olyan magasak, hogy egyszerűen egy évre körülbelül tudják meghatározni, tehát 30-40%-kal magasabb nyomdai költségek vannak, tehát a papírára annyira felment. Ezért csak egy évet mertünk bevállalni, úgyhogy gratulálok a régiónak, és további jó együttműködést kívánok nekik. Szakbizottsági tagok megválasztásáról is döntöttek. Miért volt erre szükség? Két bizottságunkból, a Környezetvédelmi Bizottságból és a Városgazdálkodási Bizottságból felállt két úriember, külsős tag. Ezért az én javaslatomra, de természetesen figyelembe vettem a bizottságok vezetőinek javaslatát is. A Környezetvédelmi Bizottságnál Fehérvári Eszter szakembert hoztuk, és javasoltam a testület felé. A Városgazdálkodási Bizottságba pedig dr. Kovács Krisztiánt, aki szívesen vállalja szintén ezt a feladatot, és üllői lakosok, és természetesen Üllő további fejlődését szeretnék segíteni. Én úgy gondolom, hogy ez öröm számunkra, hiszen ezen a testületi ülésen az esküt is le tudták tenni, úgyhogy jó munkát kívánok nekik, és jó együttműködést. A naperőmű park létesítéséhez településrendezési eszközök módosítására volt szükség. Üllő Ócse felé eső területén egy 75 hektáros területet szeretne egy vállalkozó megvásárolni és napelemparkot kialakítani. Ugye tudjuk jól, hogy a napelemparkok igazság szerint fontosak a jövő érdekében, de mi egyöntetűen mégis azt a döntést hoztuk, hogy nem szeretnénk, hogy ekkora területen erdőt távolítsunk el, ezért elutasítottuk a napelempark elképzelését, úgyhogy nem fogadta el a testület. Komposztálási program újraindítása is napirenden szerepelt? Igen, hát az elmúlt esztendőkben a Környezetvédelmi Bizottság javaslatára már elindultak ezek a komposztálási programok. Ezt a kollégánk nagyon jó kézbe fogja, és hát hamarosan ezt a programot el fogjuk indítani, és természetesen a komposztáló edény 50%-át kell majd a lakosoknak kifizetniük. Eddig nagy igény volt rá, remélem, hogy az idén is sikeres lesz ez a program. Az üllői önkormányzati képviselők emellett a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról, a Tiszta vizet a poharunkba programhoz való csatlakozásról, a levegő munkacsoport támogatásáról, a törvényességi felhívás megtárgyalásáról, a Ferihegy Ipari Park szervizút nyomvonalának szabályozás módosításáról, a hulladékfeldolgozó létesítmény megvalósításáról, az igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotásáról, valamint az Értéktár Bizottság beszámolójáról is döntöttek.